Tisztelettel köszöntöm Önöket. A legtekintélyesebb gazdasági szakemberek egyikét hívtam, hogy segítsen eligazodni nekünk itt Magyarországon, hogy mi van a gazdasággal, meg hogy mi van a világban, és merre felé haladunk, és hogy honnan, hova tartunk igazából. Úgyhogy lássuk, hogy ki a vendég. Surányi György, közgazdász, egyetemi tanár. Az olasz Intesa São Paulo bankcsoport regionális vezetője, Magyarországon a CIP bank, valamint egy szlovén, egy horvát és egy szerb bank elnöke. Közvetlenül a rendszerváltás után lett a Magyar Nemzeti Bank elnöke 1990-91-ben és később 95 és 2001 között. Tagja volt a Bilderberg csoportnak, 2009-ben az MSZP-SZDSZ miniszterelnök jelöltje volt, de végül nem vállalta. Nős, két gyermeke van. És jelenleg a Corvinuson tanít és több nemzetközi szervezet tanácsadója, és tisztelettel köszöntöm és örülök, hogy itt van. Köszönöm a meghívást. Ha már ez így szóba került egy kicsit, én visszalépnék, aztán majd beszélünk a gazdasági folyamatokról, és végül is ezért hívtuk, de így 15 évvel később talán már lehet arról beszélni, hogy nem bánta-e meg egy pillanatra sem azt, hogy nem lett miniszterelnök, hiszen végül is ez abban a helyzetben az ön döntése volt, hogy a 2009-ben ez egy nagyon konkrét felkérés volt. Valóban a saját döntésem volt, és nem bántam meg. Azt gondolom, hogy Schuster maradjon a kaptafánál, amiben én úgy érzem, hogy megfelelő tapasztalattal, tudással bírok, az egy jóval szűkebb terület. Emellett átmenetileg bele lehetett volna fogni, de csak abban az esetben az én oldalamról, hogyha az akkori ellenzék is többé-kevésbé szükségét érezte volna annak, hogy legyen egy ilyen átmeneti technokrata kormány. Hát végül is tulajdonképpen az lett Bajnai Gordonnal a végeredmény, de a Fidesz támogatása nélkül. Ugye az egy illúzió lett volna azt remélni, hogy a Fidesz érdekelt abban, miközben saját magát építi 2010-re, hogy támogasson egy átmeneti miniszterelnököt és kormányát. Egy pár hónappal korábban úgy nézett ki, hogy volt érdekeltsége a Fidesznek abban, hogy egy ilyen kormány jöjjön létre. Ez 2008 ősze volt. 2009 tavaszára valóban megváltoztak a körülmények, és ekkor már a Fidesznél érdekmúlás állt fenn. Ezt az ember hogy engedi el? Mert hogy csak van valakiben, aki annyi, hát kétszeres jegybankelnök, bankokat vezetett, ugye akkor már az olaszokon azt hiszem éppen túl volt. Nem, még 14-ig benne volt. Jó, igen. De hogy mégiscsak, hát ott a hübrisz. Tehát, hogy Batthyány után, hogy menjünk végig ezen a soron, és akkor én is miniszterelnök lehetek. Hogy ez hogy nem volt elég vonzó? Érdekes párhuzam. Volt egy kedvenc, a legkedvesebb tanárom, történelem tanárom a gimnáziumban. Amikor a felkérést megkaptam, akkor írt egy magánlevelet, és arra hivatkozott, hogy jól fontoljam meg, mert hát ez Batthyány széke. És ez mennyire megtisztelő, ez valóban így van, megtisztelő és nyomasztó. Én azt gondoltam, hogy akkor tudnék igazán hasznos lenni, hogyha bizonyos konszenzus van egy ilyen kormány mögött. Ráadásul azért engem a bal oldalon, az MSZP-ben biztosan lettek volna olyanok, akik nem örültek volna annak, hogyha én elvállalom. Tehát szerintem a megválasztáshoz is szükség lett volna legalább egy tartózkodásra az ellenzék, az akkori ellenzék részéről. Milyen érdekes, én azt mondtam volna, hogy a Fidesz lett volna reménytelenebb, hát hiszen ennek már volt praxis az Orbán Viktorral való együttélésben, hiszen akkor volt még jegybankelnök, amikor ő már miniszterelnök volt, 98 és 2001 között volt ez a közös időszakok, és az nem volt egy könnyű időszak. Nem volt könnyű időszak, de a kapcsolatom a Fidesz-szel, Fidesz vezetőivel, így a miniszterelnökkel is, hogy mondjam azt, hogy hullámzó. Tehát voltak jó, meg nagyon nem jó korszakok. A 90-es évek elején tanácsadója voltam a Fidesz elnökének, és jól együttműködtem. Hozzá kell tennem, hogy 98 és 2001 között szakmai szempontból abszolút rendben volt az együttműködés. És emberileg? Nem emberileg, politikai okokból a Fidesznek és a miniszterelnöknek
úgy gondolták, hogy hasznos lehet, hogyha időnként piszkálnak. Van még valami kapcsolata a mostani Fidesz vezetése, vagy akár Orbán Viktorral? A miniszterelnökkel körülbelül egy évtizeden nem beszéltem, tehát a 10-es évek elején még igen. A kormányban vannak olyanok, akikkel teljesen normális beszélő viszonyban, vagy ennél többen is vagyok. 2021 elején, és akkor most ugorjunk tényleg a jelen időhöz, neki ment a kormánynak, meg a Nemzeti Banknak többször írásban, meg szóban is. Szemfényvesztésről beszélt, elhibázott gazdaságpolitikáról szólt, veszélyes válságkezelésről. Hát plüszköltek is rendesen, még egy sajtóvitába is belekeveredett a Nemzeti Bank egyik vezetőjével. És aztán igaza lett. És azt írta egy évvel ezelőtt, tehát arra egy évre, hogy egy komoly külső és belső egyensúlyi bajokkal küzdő gazdaság a magyar, és ezzel szembe kellene nézni, és ebben is igaza lett. És én nem gondolom, hogy egy jóssal ülök szemben, viszont azt gondolom, hogy több százan dolgoznak a Nemzeti Bankban, a pénzügyminisztériumban, a kormány mellett, akik a gazdasággal foglalkoznak, így, úgy, amúgy. Az hogy lehet, hogy ők nem látják, amit ön igen? Tőlük kéne kérdezni elsősorban. Az az érzésem, hogy sok mindent látnak. Egészen más az, amit látnak, és egészen más az, amiről beszélnek. Amiről beszélnek, azt mindig átszövi a napi politika, a napi politikai szempontok, választási szempontok, népszerűségi szempontok, és ennek megfelelően interpretálják. Elképzelni nem tudom egy sor esetben, hogy akikkel megiratják időnként a választ az én cikkeimre, hogy azok a lelkük mélyén ne tudnák azt, hogy hülyeségeket írnak. Hát, amit írnak, az egy dolog, de hát a cselekvés, ami történik ebben az országban, ugyan felhívja a figyelmet két éve, egy éve különböző válságjelekre, különböző olyan döntésekre, amelyek nem előre visznek, hanem bajt okoznak. És megyünk tovább azon az úton, mint ami sem történik, és ezzel nem azt kérem persze számon, hogy miért nem ön után mennek, hanem azt, hogy ha ez egy folyamat, amit ön lát kívülről, ők, akik a számokkal dolgoznak, akik benne vannak, ők vajon a számok alá temetve nem veszik észre, vagy igenis látják, de nincs annyi szavuk valakivel, valakikkel szemben, hogy annak megfelelően lépjenek, ami a legjobb lenne az országnak? A staffnak, a stábnak nincs ebbe beleszólása, ők végrehajtanak. Azt mondjuk minden közgazdász szerintem 100-ból 99 tudja, hogy a rezsicsökkentés az egy súlyosan téves eszköz. De a politika szempontjából, a kormány szempontjából nem azt mérlegelik, hogy a rezsicsökkentés mennyi kárt okoz a magyar gazdaságnak, hanem azt mérlegelik, hogy a közvéleménykutatásban erre hogyan reagálnak. És a közvéleménykutatásban egy az embereket megtévesztő propaganda mentén azt kapják vissza, hogy rendkívül népszerű a rezsicsökkentés. És azt nem mondják meg, hogy a rezsicsökkentésnek az az ára, hogy körülbelül 2-3 ezer milliárd, különböző években 2-3 ezer milliárd forintnyi támogatást kell adni. Nem csak az a probléma, hogy ez horribilis pénz, hanem az a probléma, hogy ez nagyon-nagyon rosszul célzottan kerül kifizetésre. Egyrészt ezt a 2-3 ezer milliárdot nem az égből veszi a kormány, hanem a magyar emberek adójából. Tehát megfizetjük ennek az árát más címszóval egyfelől. Másfelől viszont roppant gyenge a hatásfoka, mert nagyon nagy mértékben ez a támogatás oda megy, ahova nem kellene. Tehát magas jövedelmi családokhoz, magas jövedelmi vállalkozókhoz, és ami még ennél is rosszabb, azáltal, hogyha egy terméknek, szolgáltatásnak az árát durván eltérítik a ráfordításoktól, akkor természetesen ez nagyon rosszul fogja allokálni az eszközöket. Nem fognak takarékoskodni, nem fognak fejleszteni, nem fognak helyettesítő termékeket bevezetni. Tehát tulajdonképpen az egész gazdaságnak a szerkezetét rossz irányban bemereviti. De addig, amíg a kormánypropagandát csak az érdekli,
hogy a közvéleménykutatásokban ez mondjuk 80%-os támogatottságot élvez, addig ezt fogják csinálni. Na de ezzel akkor egy úttal azt is tudomásul kell vennünk, hogy a gazdasági irányítás az már nem egy szakma, hanem a politika eszköze? Sokkal inkább, mint bármikor korábban. Tehát próbálok pontosabb lenni. A 80-as években ilyen mértékben már nem lehetett alárendelni a politikának a gazdaságot. Rendkívül rossz volt az a rendszer, tehát senki ne gondolja, hogy visszasírom, de akkor már nem lehetett. Ez körülbelül a 70-es évek Magyarországának a rezsimje. Amikor azt mondjuk, hogy hozzánk nem gyűrűzik be az olajválság. Megállítjuk a határon a világpiaci olajár emelkedést. Megállítottuk annak a árán, hogy 1978-ra Magyarország nagyon súlyos külső fizetési válságba került. Most erről nincs szó, mert hála az Európai Unió és a G7-ek szankcióinak az energiaárak az egy évvel ezelőttihez képest az egy tizedére csökkentek. A villamosenergia is és a gázár is. Vagyis működnek a szankciók. A szankciók miatt lényegesen javult, helyreállt lényegében a külső egyensúlyunk. Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy ebben a javulásban az is benne van, hogy szombaton zárva tartunk, tehát a gazdaság nem nő, hanem csökken egy kicsit, a beruházások és a fogyasztás elég jelentősen csökken, ennek következtében az import is visszaesik, de a legnagyobb részét a javulásnak a sikeres szankciók adják. Azon töprengek, hogy hallgatom, hogy amikor 95-ben a Bokros csomag belépett a képbe, akkor már jegybank elnök volt. És ha akkor a politika nem a gazdasági döntést választja, hanem a politikait, akkor nyilván nincs Bokros csomag. Az egy másik Magyarország lett volna? Máshova jutottunk volna, vagy ugyanúgy szépen lassan az infláció kinőtte volna magát, mint ahogy most történik, és így tovább, és így tovább? Akkor Magyarországnak a külső pozíciója sokkal-sokkal rosszabb volt, mint ma. 95-ben Magyarországnak a bruttó devizaadóssága a nemzeti össztermékhez, a GDP-hez képest nagyjából 90% volt. Ma ez az arány egy olyan, a bruttó arány az lehet egy ilyen 40% körüli, kevesebb, jóval kevesebb, mint a fele. A folyófizetési mérleg hiány akkor már hosszú évek óta a GDP 7-8-9%-át érte el. Ebből a szempontból a tavalyi év volt egyedül, amelyik kiugró deficitet mutatott, idén nagyjából egyensúly körül leszünk. Tehát akkor elég közel voltunk egy pénzügyi krízishez, ma nincs közel Magyarország egy pénzügyi krízishez. Egyáltalán az a véleményem, hogy nincs válság. Gazdasági értelemben, közgazdasági értelemben nincs válság Magyarországon. 95-ben erőteljes léptekkel haladtunk egy válság felé, és abban a helyzetben még tovább kivárni, még tovább hezitálni, még tovább nem szembenézni a kritikus helyzettel, az valószínűleg egy teljes értékű pénzügyi gazdasági válságba torkollott volna. Bokros Lajos politikai pályafutását egy életre megpecsételte a Bokros csomag. Tehát azóta abból, mint örök vádból nem tud kikecmeregni. Akkor a Nemzeti Bank emellett egyértelműen letette a voksát. Az ön pályáját befolyásolta valahogy ez? Nyilván befolyásolta, de alapvetően kedvező irányban. Tehát nekem megadatott, hogy 6 évig a teljes terminus, teljes mandátumot kitöltsem, és megadatott az, hogy ennek a programnak az eredményeként, ami egy nagyon összehangolt költségvetési, jövedelempolitikai és monetáris politikai keretváltozást hozott létre, ennek hatására 96-tól 2001-ig a magyar gazdaság Közép-Európa leggyorsabban növekvő, fenntartható egyensúlyi pályán leggyorsabban növekvő gazdasága lett, amelynek az összes mutatója nagyon-nagyon kedvező irányban változott. Ahhoz kellett akkor az Orbán kormány is, az első Orbán kormány? Természetesen, én ezt mindig szoktam is mondani, hogy 98-ban a kormányváltozást követően az egyensúlyi szempontok oldaláról abszolút kontinuitás volt.
ezért mondtam az előbb azt is, hogy szakmai szempontból nagyon jól együtt tudtam működni az Orbán kormánnyal, mert azonos irányban húztuk a szekeret. És ezekben az években a magyar gazdaság úgy növekedett átlagosan évi 4,5%-kal, hogy még egy fillért nem kaptunk az Európai Uniótól. Nem akarom azt a szerepet öretesten, hogy Orbán Viktor pszichológusa legyen, de... Nem is vállalom. Ugye? De hát azért ugye van egy praxis abban, hogy hogy működik Orbán Viktor, mint miniszterelnök. Nyilván voltak egyeztetések, nyilván kellett beszélgetniük arról, hogy hogyan mennek a dolgok most. Ehhez képest, amit ma látunk, ez egy teljesen másik metódus, ahogy az országot vezeti, ahogy a gazdaságra gondol. Hát legalábbis innen messziről ez így látszik. Ön érti a színeváltozást, ezt a fordulatot? Hiszen van egy emlék arról, hogy hogyan működött ez jól. Biztos, hogy egészen másként működik ma, egészen mások az emberi viszonyok, az aláfölé rendeltségi viszonyok, mellé rendeltségi viszonyok. Egészen más volt én a jegybank elnökeként rendszeresen, hosszasan tudtam a miniszterelnökkel konzultálni, és a véleményeket egyeztetni. Sikeres volt, a gazdaság szempontjából kétségkívül nagyon sikeres volt, sajnálatos, hogy 2001 után, már 2001-ben is kezdett elmozdulni a gazdaságpolitika rossz irányban, aztán 2002-től a választásoktól, meg aztán gőzerővel a rossz irányba mentünk tovább. De az ő szempontjából, nem szeretném analizálni a miniszterelnököt, az ő szempontjából nem volt siker a 98-2002, mert elveszítette a választást. Tehát őt az nem nyugtatta meg, hogy gazdasági szempontból nagyon jó irányban mentünk, nem nyugtatta meg, hogy nem a befektetésre ajánlott kategória alján voltunk, hanem már az előkelő A kategóriában. Nem nyugtatta meg, hogy a kockázati prémium, amit fizetni kellett a külső hitelek után, az mondjuk 60-70 bázispont volt, ma 300-350, tehát 3%-kal többet fizetünk a felvett hitelekért, a kockázati prémium ennyivel több, mint akkor. Ő nem ebben méri a sikert, ő abban méri a sikert, hogy kétharmadot tud elérni, vagy sem. Hát akkor itt a válasz a rezsicsökkentésre. Igen, nyilván egy nagy évet húzok, igen, de igen, végül is odaérünk. Igen. Tehát nem az érdekli, hogy nem a valóság érdekli, hanem az érdekli, hogy amit eladnak, azt megveszi a közönség. 2002-ben, és főleg 2002-ben, 2022-ben, meg 2023-ban rengeteg változás történt a gazdaságpolitikában látszólag. Jöttek sorra az intézkedések a válságok hatására. Ugye rekordmagas infláció, bezuhanó GDP, csupa olyan jel, ami azt mutatja, hogy baj van. Ezek az intézkedések néha egymással szembe mentek, néha egymást támogatva. Hatott vagy rontott a helyzeten, ami az elmúlt két évben itt történt gazdaságpolitikailag? Egyáltalán lehet-e egybe tekinteni a 2022-t és a 2023-at egy egységnek? Feltétlenül érdemes egybetenni 22-23-mal, de ha szabad, akkor egy picit előbb indulnék, ugyanis a 2022-23-as helyzet az benne gyökerezik abban a gazdaságpolitikában, amit 2016-17 fordulója óta folytatott a kormány. 2016-17-ig a 10-es kormányváltás után nagyon lassú, gyenge növekedés volt a gazdaságban. Ezt szerették volna felturbozni, felgyorsítani, és erre jött ez az úgynevezett nagy nyomású gazdaság, aminek az a lényege, hogy lehet mesterségesen túlkeresletet csinálni egy gazdaságban, mesterségesen gyorsítani a növekedést. Ennek a mesterségesen gyorsított növekedésnek a felszínen volt eredménye, mert 2-2,5%-os éves átlagos növekedésről egy ilyen 4-4,5% körüli ütemre gyorsult a gazdaság. De a makromutatók azt mutatták, hogy ez nem egy fenntartható pálya. Nem volt mögötte tartalék. Romlott a külső egyensúly, a nagy szuficitből, 7%-os szuficitből, 6-7% szuficitből deficit lett a folyófizetési mérlegen már 2019 végére. Az infláció -0,5%-ról 2020 elejére már 4,7%-ra gyorsult.
az államadósság nagyon-nagyon kevéssé csökkent, annak ellenére, hogy nagyon gyors volt a növekedés. A munkaerőpiacon eltűnt a munkaerő felesleg, és ennek a mentén is állandósult a kétszámjegyű nominális bérnövekedés, ami azt jelentette, hogy egyre inkább inflációs feszültség keletkezik a gazdaságban. Tehát látszott, hogy ez nem egy fenntartható, nem egy egyensúlyorientált pálya. És ennek következménye az, hogy amikor a pandémia ugye lehűti a gazdaságot, egy külső váratlan sok éri a magyar gazdaságot és minden mást, utána, amikor ebből kilábalunk, vagy kezdünk kilábalni, töretlenül folytatódik az egyensúlyromlás. És ennek az egyensúlyromlásnak a töretlen folytatódására pakolódik még rá az energiaválság 2021 nyarától, tehát nem az ukrán válsággal kezdődik, hanem 21 nyarától. Erre jön rá ez a szörnyű orosz invázió Ukrajna ellen, és ennek következtében az organikus belső inflációs motorok által gerjesztett áremelkedési ütem megduplázódik. Tehát nem 10-12%-on tetőzik az infláció, hanem 25-26%-on. Hát és ehhez jön a kormányzat csomó intézkedése a kampány részeként, az a családosok adó visszatérítésétől kezdve egy csomó jutatás. Hát a nagycsaládos adó visszatérítés, a 13. havi nyugdíj előrehozása, a 6 havi prémium a fegyveres erőknél, a 25 év alattiaknak az adómentesítése, elképesztő beruházási célú pénzszórás és minden területen. 2022 első negyedévében az államháztartás hiánya már a GDP 16-17%-át érte el, példátlan, ilyenre nem volt példa az elmúlt 50 évben Magyarországon. Úgyhogy ez a gazdaságpolitika, ja, és hát ehhez jön a Nemzeti Banknak az ultralaza monetáris politikája, ugye elképesztő mennyiségű nulla kamatozású pénzt nyomott be a gazdaságba, a likviditást nyomott be. Na most ennek előbb-utóbb mindenképpen inflációban kell megjelennie. Úgyhogy ez a gazdaságpolitika, ez önmagában rettentő erős inflációs hatást váltott ki, és erre jöttek még a kétségkívül kedvezőtlen világpiaci körülmények. Az erre adott kormányzati válasz pedig egy példátlan megszorítás. A kormány nem szereti ezt a szót, de hát szereti, nem szereti, ez az igazság. 2022 nyarán szembesülve azzal, hogy az infláció elszabadul, a külső egyensúly felborul, a költségvetés egyensúlya felborul, kénytelenek voltak dönteni, 840 milliárd forintnyi új adót vetettek ki, 2200 milliárd forintnyi beruházást, állami beruházást töröltek, majd ezt folytatták 2023-ban is, amikor ugye ezeknek az adóknak a jelentős része az pörög tovább automatikusan, és újabb kb. 3000 milliárd forintnyi beruházást halasztottak el, állítottak le. Úgyhogy ebből a szempontból érdemes a két évet együtt venni. Ha még ezt hozzáteszük azt, hogy a forint árfolyama hogy változott, és hogy a régióban milyen zuhanást könyvelt el, nyilván ez is ártott ennek a folyamatnak sok szempontból. De azt például mi magyarázza, hogy miközben az látszik, hogy Közép-Kelet-Európában nagyjából az árfolyamok alig mozdultak, vagy hogyha nagyon komolyan mozdultak is, az is ilyen 6-8-10%-os összesítésben is, csupán a cseheknél, a lengyeleknél, a románoknál, nálunk meg egészen drámai módon zuhant be 430 forintig az euró. Ugye hosszú időn keresztül ennek a magas nyomású gazdaságnak a mentén azt állították a szakemberek a kormányban, nem a kormányban is, de főként a Nemzeti Bankban, hogy sem az árfolyam tudatos reál leértékelése, sem a kétszámjegyű béremelkedés, sem a laza költségvetési politika, sem a kétszámjegyű hitelállomány növekedés, sem a negatív, egyre magasabb negatív reál kamatok, ne felejtsük el, hogy 6% volt már az infláció, amikor még mindig mínusz volt az irányadó kamata a Nemzeti Banknak. Ezek mind nem vezetnek inflációhoz. Na most egy nyitott kis gazdaságban azt mondani, hogy az árfolyamnak nincs kulcs szerepe az aktuális inflációban és az inflációs várakozásokban, az egész egyszerűen a közgazdasági alapelveknek a
súlyos megsértése, meg nem értése, ilyen nincs a világon. Ahol a említett országban, Csehországban lényegében 15 éve stabil az árfolyam. 1-2%-ot mozog, ha van egy nagyobb krízis, akkor esetleg 4-5-öt, de aztán visszatér a korábbi szintjére. A lengyeleknél is nagyjából egy elég szűk sávban mozog az árfolyam. A horvátoknál lényegében fix árfolyam volt az elmúlt 20 évben, úgyhogy nem véletlen, hogy ezeknek az országoknak az inflációs rekordja sokkal jobb, mint a miénk. Mert hogy egy nyitott kis gazdaságban, ahol rendkívül magas az import és az export aránya a megtermelt árukhoz, szolgáltatásokhoz képest, az árfolyamnál fontosabb indikátora az árak mozgásának nincs. 267 forint volt, ha jól emlékszem, amikor Orbán Viktor a második kormányát megalakította, ez ki ugye 2010, ez ment 430 fölé. Igen, de ennél még rosszabb a helyzet, mert 2015 körül, 2016 körül még 310 forint volt az árfolyam. Tehát nagyon rövid idő alatt következett be egy nagyon súlyos leértékelődése az árfolyamnak, ami természetesen az inflációt erőteljesen táplálta. De hát azt mondták, és engem sokszor oktattak, hogy már elavult, amit gondolok, mert az árfolyamnak nincs hatása az árakra. Sőt, a Matolcsy György büszkén mondta mindig, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja. Ami egyébként a monetáris politikai keretrendszerben szűken értelmezve rendben van. Nem kell, hogy én ebből a szempontból eltér a véleményem, de az úgynevezett inflációs célkövető rendszerben külön árfolyam cél nincs. De azt is mondani emellett, hogy nem is érdekel, hogy mi van az árfolyammal, az egész egyszerűen a valóság negligálása. És ráadásul nem is így van, mert amikor 430 fölé került az árfolyam, akkor hirtelen elkezdett kapkodni a Nemzeti Bank. Akkor, amikor ez bekövetkezett, és az infláció is természetesen az egekbe szökött, akkor rájöttek, és ma már azt mondják a Nemzeti... Tulajdonképpen 2021 nyara óta nem mondják azt, hogy nem érdekli őket az árfolyam. Akkor érte egy olyan sok a gazdaságot, és a monetáris politika kudarcai akkorra váltak annyira nyilvánvalóvá, hogy szembe kellett nézniük azzal, hogy amiket addig mondtak, az egyszerűen a tények tükrében nem áll meg. Nem áll meg az, hogy az ultralaz a monetáris politika nem vezet inflációhoz, nem áll meg, hogy ez a mesterséges keresletélénkítés, ez a nagy nyomású gazdaság nem vezet egyensúlyromláshoz, akkor értették meg azt, hogy az árfolyamra nem lehet azt mondani, hogy érdektelen, hogy fegyelmezett költségvetési politikákkal, hogy a végtelenségig nem lehet 10-12-15%-os nominális bérekkel növekedni, akkor, amikor a termelékenység növekedése az nem éri el az évi 1%-ot, a gazdaság növekedése vagy a potenciális növekedése pedig nem több, mint 2,5-3%. Amikor növekedett a gazdaság és látszólag minden rendben volt, akkor annak mindenki a gazdája volt. Tehát nagyon sok boldog, büszke bejelentéssel volt szerencsénk találkozni. Amikor baj lett, akkor egymásnak ugrottak a felek. Tehát lehetett az elmúlt hónapokban követni, hogy Matolcsy György, Varga Mihály, Nagy Márton miket üzennek, vagy miket mondanak nyilvánosan, akár egymás után fellépve a mikrofon mellé, mondjuk az EGRI közgazdász vándorgyűlésen. És ez nyilvánvalóan a bűnbak keresés és a menekülés a bűnbakká válás elől. Orbán Viktor most ezt eldöntötte azzal, hogy Nagy Mártont az előtérbe helyezte, Varga Mihályt visszanyomta, és Matolcsy György a hírek szerint meglévő ambícióit, hogy 25 után egy alkotmánymódosítással maradhasson jegybankelnök, lenyomta? Nem látok bele alapokba. Érzésem szerint nem ez volt a döntő motiváció. Tulajdonképpen igen, itt egy egymásra mutogatás folyt. Teljesen nyilvánvaló, hogy mind a költségvetési politika, mind a jövedelem politika, mind a monetáris politika egyforma súllyal kell, hogy felelősséget vállaljon azokért a kudarcokért, amelyek az elmúlt években a magyar gazdaságban tetten érhetők. Lehet erről részletesen is beszélni, de teljesen nyilvánvaló, hogy Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.
Ami nagyon fontos, hogy árstabilitást csinálni egyedül a jegybank nem tud. És amikor ezt hangoztatta és verte a mellét, hogy milyen fantasztikusan sikeres, akkor is sokkal nagyobb önuralomra lett volna szükségük, és tisztában kellett volna lenniük azzal, hogy a kormány és a jegybank szoros együttműködése nélkül stabil árstabilitást nem lehet elérni, pénzügyi egyensúlyt nem lehet elérni, tartós, egyensúlyőrző, gyors növekedést nem lehet elérni. Ami érzésem szerint az utóbbi időben a mérleg nyelvét a gazdaságfejlesztési miniszter felé húzza sajnos, az nem a múltnak a kérdése, hanem a jövő. Hogy tudnélik a kormány és a gazdaságfejlesztési miniszterrel az élen növekedésgyorsítást szeretne. A pénzügyminiszter halkabban, a Magyar Nemzeti Bank hangosabban, miután súlyosan megégette magát 21-22-23-ban, az egyensúlyorientált gazdaságpolitika felé hajlik, és megértették, hogy árstabilitás nélkül tartósan gyors növekedést, fenntartható növekedést nem lehet elérni. Ráadásul ugye, ha figyelembe vesszük, hogy tud gyorsítani egyáltalán a kormány, egy nyitott kis gazdaságban fenntartható egyensúlyőrző növekedés csak akkor lehet, hogyha az export vezérelt, exportorientált, az export kereslet húzza a növekedést, ebbe kapaszkodik elsősorban az exportorientált magánberuházások. Na most ezen a területen a kormánynak a lehetőségei viszonylag korlátozottak, mert ez attól függ, hogy a világgazdaságban milyen a helyzet, kitüntetetten Európában milyen a helyzet. Ott pedig most baj van. Is Németországban. Ott pedig most egyelőre nincs nagyon gyors növekedés, és nem is várható jövőre is 1% vagy az alatti növekedés. És a német piac az kifejezetten komoly gondokkal küzd. Igen, bár nekünk legyen az egy azok a gondok. Az egy más kérdés, de most hát nem fogja felszippantani a magyar terméket. Mosolyogni szoktam, amikor a gazdaságfejlesztési miniszter... Erről majd még beszéljünk. Na mindegy. Szóval, de kétségkívül nem erős a külső kereslet. Akkor mivel lehet a keresletet, a növekedést érinteni? A belsővel. De az viszont egyensúlyromboló. Tehát átváltás van a növekedés és az egyensúly között. Mert a belföldi keresletnek az élénkítése, az a fogyasztást élénkíti, és a belföldi orientáltságú beruházást. Ez mind a kettő nagyon erősen importigényes. Ráadásul belföldön nincs, ha növeli a keresletet, már nincs, vagy alig van kihasználatlan munkaerő. Ugye elég magas a foglalkoztatás, ez egy jó dolog, de nincs utánpótlás, tehát extenzív módon munkaerő oldalról nem tudja a belföldi keresletet megtámasztani. A költségvetésben nincs mozgástere, mert nagyon magas a hiány, és le kellene vinni ezt a hiányt. A monetáris politika már nem hajlandó ugyanazokat a téves és káros lazításokat végrehajtani, amelyeket a megelőző 5-6-7 évben tett. Következésképpen eszköze se nagyon van a kormánynak, hogy a belföldi keresletet élénkítse, a béreket tudja fölfelé nyomni továbbra is, de hát abból nyilvánvalóan infláció lesz és külső egyensúlyromlás. Miközben az infláció ellen kell küzdenie? Miközben az infláció ellen is, de itt ebben azért nagyon világosan érzékelhető, hogy a kormánynak ez a gazdaságfejlesztési miniszterrel az élen, akinek tudnia kéne, hogy és szerintem tudja is, hogy az infláció rendkívül sok kárt okoz. Lényegében azt mondják, hogy nem érdekli őket az infláció. A 25% persze megütötte őket, meg a negatív reál bérnövekedés megüti a kormányt és a népszerűségét is, de az, hogyha az ő szempontjukból az infláció mondjuk 5-6%-on beragad, arról azt gondolják, hogy az nem fog komoly problémákat okozni. Van itt egy 2024-es 2,9%-os hiánycél. Ez változatlanul érvényben van, ezt mondja a kormány, ezt akarja elérni. Itt van ez a GDP növekedés, amit oly nagyon próbálnak nyomni, és amit 4%-ra lő be a jövő évre a kormány. Ez a kettő együtt hogy fog menni? Ez a mai tudás szerint ez teljesen megalapozatlan. Ugye önmagában teljes tévedés az, hogy a most már évek óta
a következő év költségvetését a megelőző év tavaszán fogadják el. Mert abban általában semmi nem lesz, mire eljön az év. Semmi nem lesz, mert lényegesen más pályán haladt ebben az évben is a magyar gazdaság, mint amire alapozva a 2024-es gazdaságpolitikai terveket kidolgozták. Ugye akkor még úgy gondolták, hogy 1,5%-kal fog nőni a magyar gazdaság, ehelyett -0,5-1%, tehát 2-2,5%-kal kisebb lesz a gazdaság teljesítménye. Akkor még nem számoltak azzal, hogy az idei költségvetés nem 3,9, hanem még csak nem is 5,2% lesz, hanem valószínű 5,2 plusz valamennyi, nem tudom mennyi, de decemberben valami csodának kéne történnie ahhoz, vagy közel csodának, hogy 5,2 legyen az államháztartás hiánya. Na most kisebb lesz a bázis, sokkal kisebb lesz a GDP, mint amivel számoltak, lényegesen rosszabb a költségvetés helyzete, mint amivel számoltak. Ehhez képest mondjuk 5,5-6%-ról levinni a költségvetés hiányát 3%-ra, az azt jelenti, hogy jól lehessen érzékelni, hogy 3%-kal ez 2400 milliárd forinttal szűkíti a keresletet, a belföldi keresletet a költségvetés, szűkíti a költségvetés által keletkeztetett jövedelmeket, tehát megszorít. Na de akkor hogyan lesz GDP növekedés, de miközben adni kellene? Tehát a költségvetés oldaláról nem tud élénkíteni, feltéve, hogy be akarja tartani a 2,9-et. A monetáris politika nem fog élénkíteni, mert most van hosszú évek óta először, hogy legalább a kamatszint, az aktuális irányadó kamat a Nemzeti Banknak előre tekintve meghaladja az inflációt, tehát pozitív reál kamat van, ami az infláció fékezése szempontjából kétségkívül előnyös és helyes. Tehát arról az oldalról nem fog kapni támogatást a növekedés. A bérek oldalán lehet valami, mert hogyha ott bekövetkezik az, hogy 10% körül lesz az átlagos nominális béremelkedés, akkor abból kijöhet egy 3-4%-os reál kereset emelkedés, ami a belföldi keresletet tudja élénkíteni. De még ez se biztos, hogy keresletélénkítés lesz, mert azt is érdemes végig gondolni, amit nem tudunk előre, hogy az elmúlt 2-3 évben a magyar családok a pénzügyi megtakarításaiknak nem kis részét felélték. Ennek a közgazdasági következménye és a gazdaságpolitikában általában részben az a következménye, hogy amikor utána javul a helyzet, akkor megpróbálják visszatölteni, újra elérni azt a megtakarítási szintet, pénzügyi megtakarítási szintet, ami a családok vélt biztonságérzetéhez szükséges. Tehát még az se biztos, hogy ez a reál kereset emelkedés azonnal a piacon keresletként jelenik meg, ami élénkíteni tudná a gazdaságot. A beruházásoknál nem látni szintén ilyen élénkülést, mert hogyha az exportkereslet nem száll az égbe, a belföldi kereslet nem nő gyorsan, mert ugye az állam nem növeli a keresletet, a lakosság nem fogja nagyon erősen növelni, akkor mire bővítse a tevékenységet? Akkor van itt két dolog, amiről eddig nem beszéltünk egyáltalán, és ami ebben nyilvánvalóan szerepet játszik, az Európai Uniós források, az egyik, amivel kapcsolatban láthatóan most elmozdulás van, a másik pedig az akkumulátorgyárak és úgy általában a távol-keletről érkező beruházások által generált GDP növekedés? Hát ugye ez is vita, hogy bár generálnak valamit, de mindent kivisznek, amiután keletkezik és jelentkezik. A jövő évi növekedés szempontjából az uniós pénzeknek nyilvánvalóan kulcs szerepe van, hogy tudni, milyen mértékben tudunk ehhez hozzájutni. Noha általában el szoktunk siklani a felet, hogy idén is elég jelentős uniós forrásokhoz jutott összességében Magyarország, és jövőre is elég sokhoz fogunk jutni. Agrártámogatás, meg előlegek formájában? Igen, részben ebben az évben 1,5-2 milliárd euróhoz jutottunk a korábbi ciklus hátralévő kifizetései okán, tehát amiket még nem hívtunk le a 2013 előtti, a 2020 előtti ciklusból.
ez majdnem 2 milliárd. Az agrártámogatás 1,5-1,6 milliárd, és még egy pár száz milliót kaptunk energetikai célú fejlesztésekre, amelyek külön csomagban kezelnek. Tehát ebben az évben is nagyjából azért hozzájutott Magyarország 4 milliárd euróhoz, ez nagyon sok pénz. Jövőre is majdnem ugyanennyihez hozzá tudunk jutni, akkor is, hogyha nem nyílnának meg teljességében az uniós csapok. Még mindig van másfél milliárd euró, amit a korábbi ciklusból rendelkezésünkre áll, és le tudunk majd hívni. Kapjuk az agrártámogatás 1,6 milliárdját, fogunk kapni a legutóbbi hírek szerint közel 1 milliárdot, 940 millió eurót az előlegként a rekonstrukciós programból. Szóval ez is jelentős. Ha ezen túl helyreállnának a kapcsolatok, és további sok milliárd jönne, akkor lehet olyan élénkítést csinálni a gazdaságban ezeknek a ennek a vonalán, ami a növekedést elősegíti. De ami azt illeti, hogy kiválthatók-e az uniós források, az uniós hitelek működőtőkével, pláne távol-keleti működőtőkével, hát ez nem állja meg a helyét. Gazdasági hasznot remélhetünk ettől a működőtőkétől? Önmagában az, hogyha egy ország képes működőtőkét vonzani, az egy nagyon kedvező helyzet. Hozzájárul a nemzetközi gazdasági kapcsolatokba való elmélyült bekapcsolódáshoz, hozzájárul a technológiai fejlődéshez, hozzájárul a versenyképességhez. Ha jó helyekre megy ez a tőke, akkor az exportképességhez, a külső egyensúly javulásához is hozzájárul. Ebből a szempontból, tehát nagyon jó, hogyha egy ország nyitott. Ugyanakkor, hogyha az a tőke, amivel most a kormány számol, és említette az akkumulátorokat, ezek kapcsán nagyon komoly kétségeim vannak. Ugye ez szörnyen energiaigényes ágazatról van szó. A kormány tervei szerint ahhoz, hogy ki tudják szolgálni csak a debreceni akkumulátorgyárat, ahhoz 2 darab új gázerőművet kell építeni. Amikor a gázerőművet építjük, akkor az természetesen azonnal rontja a kereskedelmi mérlegünket és a fizetési mérlegünket. Utána meg azért rontja, mert a gázt importálni kell, minthogy azt belföldön nem tudjuk előállítani. A kivitelezés során alapvetően ez a beruházás rontja megint csak a kereskedelmi mérleget, importot generál, ezt finanszírozza mondjuk a kínai fél, mert hogy adja ehhez a pénzt. De amikor elkezdenek termelni, akkor egy horribilis energiaszámlája van ennek a tevékenységnek. Az értékláncnak a legalacsonyabb hozzáadott értékű része az, amit Magyarországra telepítenek. A tervek szerint, ha jól értem, külföldi munkaerővel akarják létrehozni, ami azt jelenti, hogy ezek a külföldi dolgozók a bérüknek nagyon jelentős részét nem itt költik el, hanem hazautalják. Ezen kívül nyilvánvalóan a befektető is szeretne osztalékhoz jutni, úgyhogy nekem az az érzésem, hogy a nettó exportja ennek a tevékenységnek nagyon csekély lesz. Viszont, és akkor még nem beszéltünk a környezeti kérdésekről. Amiről viszont nyilván egyre inkább kell, mert Európai Uniós kötelezettségeink is vannak a józanész határán, és arról sem, amiről majd meg fog jelenni Györfi Dórának egy remek írása, hogy nem csak a termelésről van szó, nem csak az akkumulátorgyártásról van szó, hanem nagyon szigorú Európai Uniós szabályok vannak, a használt akkumulátorok újrahasznosításáról. Márpedig azok itt keletkeztek, tehát nekünk kell Magyarországon nagy visszafogadnunk. Nagy valószínűséggel nekünk kell, és óriási, legalább akkora az energiaigénye, és legalább olyan veszélyes a környezetre nézve, mint a termelés. És azt csak remélhetjük, hogy a szerződések úgy szólnak, hogy aki gyártotta, az gondoskodik a visszavételről is, a megszabadulástól. Hát igen, de azért az azt jelenti, hogy itt fogják. Hát igen. Viszont gazdaságtalannak tűnik az egész. Na akkor még egy dolgot, ami a gazdaság
kérdésköre. Nyilvánvalóan súlyos feszültségek vannak oktatásban, egészségügyben, szociális ágazatban, nyilván ezt még lehet hosszan sorolni. Forráshiány van, alulbérezés van, elmaradások minden tekintetben. Azt mondja a kormányzat, hogy neki erre nincsen több pénze. Ugye az egészségügyre kevesebbet költünk, hogyha a GDP arányait nézzük, mint költöttünk mondjuk 3 évvel ezelőtt. Az oktatás ügyében várjuk az Európai Uniós forrást, de az ellenzék ezt megakadályozza, mint tudjuk a kormányzati kommunikációból. A szociális ágazatról lényegében szó sincs. Tényleg nincs pénze a kormánynak, vagy ez mindig döntés kérdése, hogy mire van? Ez mindig döntés kérdése. Abban az esetben, ha egy gazdaság nincs válságban, akkor döntés kérdése, mint ahogy az előbb próbáltam mondani, nincs válságban a magyar gazdaság. Az elmúlt 2 év átlagában a belföldön rendelkezésre álló jövedelem nagyjából 1-2%-kal nőtt. 2022-ben a viszonylag nagy növekedést elvitte a cserearányromlás, tehát belföldön nem volt több jövedelem. Ebben az évben viszont belföldön több a rendelkezésre álló jövedelem, mint amit a -0,5%-os GDP szám mutat, mert javultak a cserearányok, és visszahozta azt a romlást, amit tavaly elvitt. Tehát egy ilyen 2 év alatt évi 1% körüli növekedés volt, tehát ezt nem lehet válságnak nevezni. Különösen nem lehet válságnak nevezni, hogyha azt nézzük, hogy a foglalkoztatottság pedig a legmagasabb szinten áll az elmúlt 30 évben. Úgyhogy ilyen értelemben válság nincs, és akkor döntés kérdése. Na most a döntés kérdése ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy az az érv, az nem elfogadható, hogy mondjuk a tanárok bérét azért nem lehet emelni, mert az Európai Uniótól nem kapjuk meg a pénzt. Egyrészt az Európai Uniótól, amit kapnánk, az egy egyszeri kifizetés, a tanároknak pedig, ha megemeljük a bérét, azt minden évben továbbiakban is fizetni kell, tehát már innentől kezdve is nyilvánvalóan nem igaz az, amit mondanak. De menjünk tovább. A magyar gazdaságban a költségvetés a GDP-nek nagyjából a 45-46%-át osztja el újra. Egy ekkora tömegű pénzjövedelem újraosztásánál prioritások kérdése, értékválasztás kérdése, hogy mire költünk. A magyar kormány elképesztően sok pénzt költ úgynevezett gazdaságfejlesztésre. A GDP 9,5%-át költjük gazdaságfejlesztésre, ez az OECD országok átlagának nagyjából a duplája. Ebbe benne van a rezsitámogatástól a szörnyű és rendkívül káros kamattámogatásokon keresztül a rendkívül magas, ingyenes, vissza nem térítendő támogatásokig a magánszektorba, a versenyszektorba, de a rendkívül rossz hatékonysággal elköltött uniós pénzek, aminél nem csak a Üptre sorozatban épített kihasználatlan stadionok vannak, vagy a lombkorona sétányok, hanem egy sor olyan területet lehet megnevezni, ahol nem lenne feltétlen szükséges ennyi beruházást csinálni, és pláne nem ilyen áron, mert hogyha nincs verseny, vagy egyszereplős közbeszerzések vannak tömegével, akkor természetesen túlárazások történnek, ami eszi a... Bár a pont forrás. Most ígérte meg a magyar kormány, hogy az egyszereplős közbeszerzések majd megszűnnek, igen, majd egyszer. Meg ebbe a 9,5%-ban van benne az, hogy olyan helyeken államosít vissza a magyar kormány, ahol nincs keresnivalója egy piacgazdaságban az államnak. Versenyszektorban nincs keresnivalója, amikor a telefóniában beszáll, amikor a repülőteret akarja visszavásárolni. Most kénytelen volt megszabadulni végre a bank tulajdonától, az egyik külföldi tulajdonú bankból végre kiszáll, de olyan helyeken jelenik meg, ami egy piacgazdaságtól idegen, nem természetes, hogy jelen van. Tehát itt 9,5% van, amit ha levinne a kormány csak 7%-ra, ami még mindig 50, még mindig nem 4-5%, ami a standard a világban, az önmagában évente 1600-2000 milliárd forintot szabadítana föl évente. Akkor, ha megyünk tovább a költségvetésen, akkor könnyen találni olyan területeket, ahol védhetetlen számok vannak. Mondanék egy párat.
közmédiára, beleértve a közmédiának a hirdetési bevételeit, 200 milliárd forintot költ a költségvetés évente. Ez, hogy érthető legyen, a TV2 és az RTL esetében ilyen 45-50 milliárd évente, amire a közmédiában 200 megy. 110 milliárd megy kormánypropagandára. Ezek a nemzeti konzultációk, meg plakátkampányok. Ez még a 200 milliárd fölött ez a 200 közmédia, fölött, pedig hát az is. Ez hát a tartalmáról nem is beszélek, de az összeg. 450 milliárd megy élsport támogatásra. Ez is kétszerese az OECD átlagnak. Ebben nincsenek benne a stadionok. Mondjuk a szerencsejáték ZRT-n keresztül egy csomó 10 milliárdos összeg megy ki kormányhoz közeli intézmények vagy művészek támogatására. Tovább lehetne menni a költségvetésben természetesen. Olyan támogatásokat ad mondjuk például a rezsicsökkentésen keresztül, ami sok száz milliárd, és értelmetlenül megy ki, célszerűtlenül megy ki. Na, de akkor visszamehetünk a beszélgetésünk elejére, hogy politikai terméke ma a gazdaság működése, és a gazdasági gondolat, hogy hogyan, merre visszük az országot. Hogy a gazdasági racionalitás dönt, vagy az, hogy mit akarok sugallni magamról? Hát igen, de még azért tovább mennék a számokban, mert ugye egyrészt itt van a Magyar Nemzeti Banknak ebben az évben a várható 3000 milliárd forintos vesztesége. Azzal szemben hatalmas profitja van azoknak, akik fölvették a Nemzeti Bank súlyosan hibás döntésének következtében folyósított 2,5%-os kamatozású kötvényeket és hiteleket. Akik 2,5%-on vettek fel hitelt, és közben 20-25% infláció következett be, lényegében elinflálták a tartozásukat. Óriási profitot tesznek zsebre, amit a Nemzeti Bank elveszít, azt a vállalkozóknak az a része, aki részesült ezekből a hitelekből, kötvényekből, megnyeri. Ezeket a jövedelmeket valóban el kellene részben vonni a külön adókkal a kormánynak, és akkor lenne pénz arra, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a szociálpolitikában, esetleg a nyugdíjban, kultúrában jó dolgokat lehessen csinálni. Tehát egész egyszerűen nem elfogadható az, hogy az az állítás, hogy nincs pénz. Bőven van pénz. A kérdés, hogy mire költi a kormány. Az látszik, hogy ezzel egyébként valamelyest összefüggő kérdést még idehozzak, hogy a nyugattal való vitája, az Európai Unióban való szembenállása, az most már mélyebb annál, mint hogy ezt egy politikai terméknek tekintsük csupán. És ugye ezzel szemben van egy ilyen egész testtel való keletre fordulás, a türk tanástól kezdve a kínai kapcsolatig számos dologban megragadható ez a fajta politikai gondolkodás. Ez hozhat Magyarország számára ez a kétpólusú világ, kétpólusú bevételt? Hitem szerint Magyarországnak nyugaton a helye. Magyarország helye az Észak-Atlanti Unióban, az Észak-Atlanti világban van, és semmiféleképpen sem azokban a keleti diktatúrákban, despota világban, amelyeknek egyébként Kínát leszámítva a gazdasági teljesítménye is igen gyér. Van néhány olajország, gázban gazdag ország Közép-Ázsiában, akik ebből jól élnek, de ezekből az országból, ha megnézzük konkrétan a magyar külkereskedelmi statisztikát, a beruházási statisztikát, a külföldi befektetéseket, akkor Kínát leszámítva ezekről a területekről érdemben eddig Magyarország előnyökhöz nem jutott. Előnyökhöz csak nyugatról jutottunk. Évente 4-5 milliárd, évente a magyar GDP 3-3,5%-ának megfelelő, vissza nem térítendő transfert kapunk az európai adófizetőktől. Nem Brüsszeltől, az európai adófizetőktől kapjuk ezt a pénzt. És arra kapjuk ezt a pénzt, hogy felzárkozzunk, hogy gyorsabban tudjuk elérni az Európai Unió átlagát, átlagos fejlettségi szintjét. Ezt
ezzel a keleti nyitással pótolni nem lehet. Hozzá kell tennem, hogy a kínai működő tőke is azért értelemszerűen érdekvezérelt, a saját érdekei által vezérelt, üzleti érdekei által is vezérelt. Nekik lehet, hogy nagyon jó volt a debreceni akkumulátorgyár, nekünk nem feltétlenül. Milyen évünk lesz 24? Eddig bejöttek a jóslatai, bár tévedett volna többször az elmúlt években. Azt érzem, hogy amit az előzőekben próbáltam mondani, hogy egyrészt van egy harc kétségkívül a kormányon belül, illetve a jegybank és a kormány között, hogy ennek a harcnak mi lesz a kimenete, az befolyásolja, hogy ennek a harcnak mi lesz a kimenete egyfelől, másfelől pedig, hogy az a számomra érthetetlen harc, amit az Európai Unió ellen folytat a magyar kormány, annak milyen következményei lesznek az uniós kapcsolatokra és az uniós források elérhetőségére. Abban az esetben, hogyha az uniós források ütemesen, dinamikusabban tudnak bejönni, akkor a gazdaság növekedése az ideihez képest, tehát ez nem nehéz, gyorsulni tud, föl tud menni 2-3% körüli szintre. Az infláció a bázishatások miatt és annak következtében, hogy úgy tűnik egyelőre, hogy a nyersanyag és energiapiacon, energiahordozók piacán egy stabilitás kezd kialakulni, tehát negatív lökést, sokkot nem fogunk onnan kapni. Ennek hatására az infláció elég jó eséllyel le tud menni 6% körüli szintre. Ez ugye az inflációban nagyjából az, amit a kormány és a jegybank is előrejelez, meg a egyéb külföldi intézmények. A növekedés tekintetében ez kevesebb annál. Ha nem kapjuk meg az uniós forrásokat, és vagy az élénkítéssel szemben ki tud tartani az egyensúly lelke a jegybanknak, akkor, és a kormány betartja a költségvetésre vonatkozó 2,9%-os célját, akkor nem gondolom, hogy 2% fölé tud menni a növekedés. A személyes dolgokkal kezdtük, egy személyessel az zárjam. Mert hogy ha belegondolok, a rendszerváltás óta követi szorosan, biztosan, hiszen a jegybank első elnöke volt még akkor is, ha akkor nem volt független a jegybank még 1990-ben, amikor azt átvette a magyar gazdaság működését. És én azt gondolom, hogy nem így képzelte 90-ben, hogy mi lesz Magyarországból 2023 végére. Miközben egyébként hatalmas az ugrás, és mégiscsak hatalmas a fejlődés ahhoz képest, hol akkor tartottunk. Van személyes érzelme ebben a dologban? Természetesen van. Pályámnak a legszebb évei voltak a 85-86 és mondjuk 2000 közötti évei. Egy folyamat, rengeteg hiba, rengeteg bosszankodás mellett, de egy folyamatosan felfelé ívelő út volt. Magyarország elindult a Varsói Szerződéstől és a KGST-től a szabad világ felé, a liberális demokrácia irányába, a versenyen alapuló, magántulajdonon alapuló piacgazdaság irányába, és minden nap, minden hónapban, negyed évben valami javult. Miközben nagyon sok veszteség volt, nagyon sokan nagyon nehezen élték meg ezeket az éveket, nagyon sok emberi sérülés történt, de mentünk előre. Ez az előremenetel gazdasági értelemben 2001 után megtört, politikai értelemben pedig 2010 után. És azt soha nem gondoltam volna, hogy Magyarországon arról fogunk beszélni, hogy van-e esélye annak, hogy kivezetik az országot az Európai Unióból. Ön lát ilyen esélyt? Jogi értelemben azt remélem, hogy nem, de facto azonban el tudom képzelni, hogy úgy alakul a világ, hogy Magyarország az unión belül a perifériára sodródik. De most én közbe kérdeztem, a saját érzelmét még nem fejeztem. Hát a saját érzelmeimet tekintve pedig úgy tudom ábrázolni, hogy
ha a saját kertünkből nem nézek ki, akkor jól érezzük magunkat. Ha kinézek a kertből, akkor összeszorul a gyomrom. Magyarországnak ilyen rossz nemzetközi megítélése, azon nemzetközi közvéleményben, amelyet én iránymutatónak tartok, az én életemben nem volt, bocsánat, kisgyerek voltam 56 után, 62-65-ig biztos még sokkal rosszabb volt a megítélésünk, de a 70-es évektől ilyen rossz megítélés a Magyarországnak, és ami a legnagyobb, ami a leginkább nyom az, hogy most már a magyaroknak van rossz megítélése, nem a kormánynak. Egyre kevesebben képesek szétválasztani a kormányt a magyar társadalomtól. És őszintén szóval nem is könnyű, mert ahol el lehet azt érni, hogy Vlagyimir Putyin Oroszországa mondjuk a Fidesz választók körében többségi szimpátiát élvez, miközben százezrek halnak meg teljesen értelmetlenül mindkét oldalon, gyerekeket deportálnak Oroszországba, lecsuknak újságírót azért, mert azt merem mondani, hogy háború folyik, és nem akármi, és a magyar kormány pedig ennek a társaságnak a szekerét tolja, az egész egyszerűen felfoghatatlan. Az az Orbán Viktor, aki úgy indult, hogy okkal súlyosan orosz diktatúra ellenes, szovjet és orosz diktatúra ellenes volt. Hát ugye 23-ról beszélgettünk alapvetően, de minden valahogy mégiscsak arra a rendszerváltás korabeli időszakra nyúlik vissza. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm a meghívást. Surányi György volt a vendégünk. Remélem, hogy úgy döntöttek, hogy végignézik, és remélem, hogy érdemes is volt. Én biztos vagyok benne. Egy hét múlva jövünk újra, ugyanígy a Húzósban. Minden jót, viszontlátásra.